Cioè, so che te fai qualche episodio dopo e c'è una foglia da materia riet. A mai una pizzella, a valo flash, legyőzése lesz, és ezáltal a hármódnak az elkezdése, és az új értéknek a beszerzése. Már nagyjából körbenéztem, hogy hol lenne jó, és valószínűleg innét fogom elkezdeni, itt leidézem, és itt végig fogok készen menni. Remélem minél hamarabb meg lesz, itt az épületekben annyit bele fogok, annyit le fogok belőlük szedni, hogy itt át tudjak fontba menni, és akkor nem kell platformot kiépítenem, mivel már tudok halálban járni, tehát ezzel így könnyebb dolgom lesz. Akkor reménykedem, ennek középpontig meg leszek. Hát remélem csak szét tudom addig darálni. Báfokkal meg a többivel. Akkor itt végigjövök, és lehetőleg akkor legkésőbb középpontig meg leszek, mert megint tele van épülettel az egész. Tehát akkor majd lent a Valofresh idézésénél találkozunk is. Itt is vagyok, és meg is csináltam az egészet, úgy nagyjából szétbombázgattam itt a területet, és hát akkor kezdjük is el. És akkor most egy gyorsításban fogjátok látni a boss fight-ot. Akkor majd találkozunk fenn, remélem hard módban. Ez is pedig egy jó kis gyorsítás. Lőcsének elsőre meg, mert nem is volt olyan túl nehéz, azt hittem sokkal nehezebb lesz, csak a végén fejtem egy kicsit, mert elfelejtem, hogy expert módban gyorsul a Wall of Flash. Ezáltal a végén kicsit szűkös volt, mikor kicsit beszorultam. De mindegy, lényege az, hogy meglett. A steampunk kör már is idéződött. És akkor a többi tudtomat most le is rakom, most nem kellnek a buffok. Most sem kell, most már nem ezzel fogok foglalkozni. Addig, amit ott lerakom, meg lehet megint elkezdem dobálni itt a bázis környékén. Jó. És hát akkor a legfőbb dolog még az, hogy az új játékot összeszerezzem, és lehetőleg a legértékesebből minél többet. Leader of Earth. Ja, jó, igen, beraktam ide, már megijedtem, hogy nincs meg. A Wall of Earth-nek a begét, ezt megtartom. És akkor lássuk is. Ez az új slot. Jó, közel most nagyon nincs rendben, hogy be tudnék rakni, hát esetleg az, hogy még plusz 17 shield HP, de az már nem sok. Esetleg az, hogy legyen még egy kis plusz defense-em. A TV Hammer az hol van? Halló, azt én nem kaptam, mert én mindent felvettem, nem? Azt hiszem, most egy kis utána nézés után vissza is jövök. Mert azt láttam, hogy a PB Hammernek 100%-kal kéne, hogy jöjjön, és így... Nem kaptam meg? Ez nem értem, ez milyen bug, de... De is kellem újra összefarmolni egy hülye idézőt, mert... Démonoknál elég kis esélye van. Hát ez nem tudom, hogy milyen bug... Most nem tudom, hogy beadoljam ezért, vagy nem, mert 100%-os dropnak van kiírva, tehát ezt nem is értem így, hogy miért történt. De most is reggel szokott valami. Legutóbb is, mikor játszottam úgy újra, hogy visszaszokják a Terrariához, úgy megint ez történt, ezt nem is értem. Hát engedélyek, hát nem tudom, nem volt olyan nehéz, csak nem szeretném megint az időmet húzni azzal, hogy összefarmoljam. Ha senkinek semmi gondja nincs ezzel, én most ezt az 1 PV Hammert azt most
visszaadónál, mert most ez megint elbágolt, és utána nem hagytam meg, mert mindent beraktam kis manitrósba, tehát minden deposit oldaltam oda lent. De most akkor engedélyekkel visszaadolnom. Most lehet ezért a kis csalásért, de most mit tegyek, azért 100%-osra volt kiírva, tehát de most sajnos én sem tudok nagyon mit csinálni. Itt is vennék, és akkor, hogy lássátok, csak azt fogom megtenni, most léptem be a világba, tehát AVN Hammer. Nem is értem, ez mert nem volt neki jó, ugye elsőre. Viszont akkor minden készítettem a cheating seedet, visszajöttem, és akkor folytatjuk is tovább az értékes összeszedésével. Na, lássuk ki csak azokat az altárokat, már itt volt egy hardmódos ellenfél. És hát akkor itt is vannak. Jó, és akkor folytassuk. Ah, de már itt állt van jó, akkor ezt majd látom mindig alakítgatni, de jó. Mi ez itt? A hallásának nem volt izézet. Ouch. Jó, és a hard mode lootokán van, ami nagyszerű, mert abból rengeteg kell. És akkor még elmegyek a többihez, azokat is kiütöm, és elmegyek bányázni. Utána pedig, miután megszereztem úgy az adománytájtokat, jelentkezem is. Meg is lennék. Hoztam az utolsólag értetlenül az adománytájt. Hát egy jó időt eltöltöttem a balent, de lényeg, hogy megvan. Akkor elsősorban én ezt mind átalakítanám szeniummal. És ezt pont úgy hoztam, hogy elég legyen egy páncélra, egy sárkányra, és még valamire, hogyha szeretném. Számolgattam, és így egy két titánium, vagy jobban szeretem. Ígyni, és akkor elvileg pont úgy kéne kijöjjön, hogy egy csákrány. És egy full páncél. Plusz, ha még valamit szeretnék, és én egy... hol van? Igen, egy... Railgun-t. Nagyszerű. Van valami érdekes dolog még esetleg, ami kellhet. Nem tudom, akkor az jó-e még valamire? Csak egy zombatsword. Erős vagy esetleg egy ilyen. Jó, akkor egy karot is csinálunk belőle. És ez is megvan. Jó, a Night Edge-et megtartom, mert azért mindig erősebb. Hát vagy jó, ez igen, set bonus becoming. Ja igen, ez a Shadow Dodge. Most már még több a páncél, még erősebb vagyok, és lassan kezdődnek a komolyabb dolgok. Hát én így szoktam kezdeni a hármadat, hogy gyorsan lerásolom az értéket, meg lehet jönnek például az expertes, vagy expert hármados bosszok. Elkezdenek fejdítődni, legalábbis hogy az első az azt hiszem, az első biztos vagyok, hogy az egy idő után fogsz vonulni. Addig is fel kell, hogy erősödjek. Viszont akkor én ezt a páncélt szeretném kicsit feljavítani. Uram, sem de sokba kerül, de mindegy.
Warden, mindegyiket arra szoktam rakni, minél tud lenni a páncél. Ez is megvan, és még van egy platinum, hála jó Istennek, hogy sokat farmolok. Ha egyszer kell pénz, akkor elég sokat szoktam farmolni, és meg is van 90 páncél, nagyszerű. Ez is a legendárja, meg fel tudnám tenni. Ilyen szerencsém vagy ez, ez viszonylag jó szerencsével jött ki. Próbálok kell kihozni egy árját, hogyha lehet. Jó, nem lehet, akkor ez marad. Nem rossz. És akkor ebből kéne majd egy jobbat. Ja igen, és itt van a vizárdunk is. Tőle vesz egy kristálybolt. És pénz. Akkor vigyük a szeretni valókat. Ez a, jó, a színezőket eladom. Valenszárokat is. Uram, Isten, de sok cuccom van. Ezeket most akkor kinyitogatom. És előleg vannak nekem még crate-ek. Golden Crate, Ancient Cinder, Platinum, Mining Potion, Masturbate. Csak ez, de virgen. Igen, az adomány, tehát ami jó is lett volna, de most nem mindegy. Akvatik bárna, az viszont szerintem jó lesz. Vagy nem, nem tudom. Jó, nem hinném, elég gyengének tűnik. Jó, és lássuk ebből ezeket gyorsan lerakom. Jó, igen, és akkor még ezt is kinyitom, és akkor ezeket mind el is adom. Lesz pénz? Lesz tud. Na, az is közel egy fél platinum volt. Egy kristályból kell nekem. Majd csomó Soul of Light, meg Soul of Night, de az nem most. Arra majd szedek pénzt, adok cuccokat, és hát akkor rakjuk is le. Ja, jó, akkor csak egy ilyet. Ja, a farmeszert ezt nem kérem még kidobni. Udonára volt, nem nagy dolog. Na igen, és van egy olyan mod, hogy altárként is funkcionál a kristály gömbünk. Jó, igen, ez a magic damage-et növeli. Ennek viszont a ranged damage-e van. És közben elkezdtem gyűjteni a kristály szíveket, egyet már találtam is. Egész pontosan itt erre felé, ide lent. És itt pedig meghaltam, mert beléptem egy robbanó pressure plate-be kevés HP-val. Viszont nézzük. Ja, igen, akkor ehhez kell valami rengeteg dolog. Ihorból mennyi van, mennyit csak őt hoznom. 27 az nem rossz. Jó, 12-6 az se olyan túl rossz. Na, mennyi van? 31 hármód. Jó, viszont nekem a társadalom mindenféleképpen rossz az Discord, ezt ez kell 75, azt még farmolnak kell. Vagy egy Pirate Invasion-t lehoz még, akkor még lehet, hogy sokkal több is jönne belőle, tehát még vissza is hozna a 25-öt, de mindegy. Aztán majd lesz egy Maró, tehát Road of Discord és Maró. Igen, hát én ez a kettő, ami elsősorban nagyon fog kiállni. Utána jönnek a buffos dolgok, hogy még több, még erősebb legyek. Jó. Jó, most van egy endless-em is. Kéne egy jobb egfinment ide. Lássuk, hogy mi az, ami fontosabb, esetleg jobb. Nem ilyen climbing dolgot szeretnék, de először azért lehet, hogy ez lesz ebben.
Oké, hogy 5 perc, hát legfeljebb azt is felcsendolom, aztán kész. Mert ilyenre úgy mondom, hogy ez úgy jó is lesz oda. Triple jump, hát nekem nem kell. Szóval gondolkozok, hogy most ezeket talán ezt tudnám rakni. És már itt van a hard mode. Goblin tekem nem tudom, hogy van-e goblin test, nem nincs. Ups. Akkor mi kell hozzá, akkor kéne egy DPS. És egy stopwatch, jó. Ezeket meg össze tudom akkor rakni. Igen. Ebben lesz a PDA, amihez Úristen. Jó. Akkor kell ez egy radar. Live from analyzer. És egy tollikantőr. Igen, akkor az megvan, akkor kell egy GPS. Nem is még kompassz, azt lehet csinálni. Ó, szomorú lesz mimikes loot, akkor ez majd lesz. Jó, Death Meter az van, és Gold Watch kéne még, Gold. De az se nagy dolog szerintem készíteni, meg egy lánc, jó. Akkor lead. Ebből csak lánc, a talányos graftalom az is megvan. És még Fishfinder kellene, Sextant. Nem nincs. Szóval van Weather Radio. És semmi. Ez a remote fishing token. V3-at is írtok el. Na hát azt akkor, hogy másik felbak, hogy összefarmálja a mainet, most csak 3-at is írtok el, fog jönni. Nem, azt vissza lehet alakítani, ugye? 3-at is írtok el. Jó, nem szólt, akkor ezt is itt is. Ezt itt is össze tudom farmolni, jó. Akkor abban még kell, 6 az meg lesz. Ó, várjunk egy kicsit. 16-16, akkor 32, akkor még 22-re van szükségem, és akkor meg is van. Igen, Fishfinder az meg lesz. GPS ez is meg. Jó, nagyszerű, akkor oda már csak egy kompassz. Egy kompassz is meg vagyok nagyjából mindennel. És akkor az meg GPS-nek, vagy BDA-nak, cellphone. Jó, hát ez nem nagy dolog. Display everything. Bár ez csak display, tehát nem is azt mondom, hogy a legfontosabb dolog, de... Meg a teleportation menet nem rossz dolog, akkor ez egy pont, amit meg el szeretnék majd készíteni. Mint ezek a patka, ezeket könnyen megszerzem. Most nem. Na, az igen, akkor ez lesz még a nagy. Azért honnél szerzek? Nem mindegy, akkor ez lesz még egy dolog, amit meg szeretnék csinálni. ezt tudod nem most fejleszteni? Nem? Még nem. De már közel vagyok hozzá. Majd ezt is meg tudnám lassan csinálni, és már csak ez kéne, ami pedig... Prison Mimic. Akkor kell még egy ilyen, ez... Korrupt Mimic, jaj de jó. Akkor 2-t szerzek és átalakítom. Jó, azt pedig össze fogom tudni szerezni, mint ezbe farmolok. Nagyszerű. De akkor szerintem már ennyi volt. Következő videóra akkor megpróbálok minél több cuccot összefarmolni, minél gyorsabban lehetőleg. És hát remélem, hogy viszonylag hamar meg is leszek. Következő videóra megpróbálok mondjuk még egy szárnyat összeszerezni. Mert nem lesz olyan túl nehéz. Mert fent megvan a farmolós, hogy ez a rengeteg sok bolygó, az össze tudom farmolni. És hát most értek be jól, azok most nem kell hálásnak levenni a bányászni, csak
találni a plusz életet, a szíveket itt a Hallowed Bayonba. És ezen kívül azt a farmok, hogy szárnyat, elmegyek még a rengeteget kell még az óceánba farmolnom. És hát akkor megpróbálok minél több dolgot, akkor összeszerezem a következő videóra, és én meglátom, hogy mi az, ami jó. Tehát akkor már ennyi volt, találkozunk a következő videóban, addig is pedig sziasztok!